történeti kerteknek van az ünnepnapja, amikor egy kicsikét több figyelmet szentelünk a kertekre. Az Európai Történeti Kertek napját ünnepelték a Fehérvár Csurvai Károlyi kastélyban. A Történeti Kertek Európai útja 2020-ban nyerte el az Európa Tanács elismerését. Tagjai olyan kertek és intézmények, amelyek a történeti kertek örökségének védelmét és népszerűsítését tűzték ki célul. Magyarországot a Magyar Kertörökség Alapítvány képviseli, ők delegálnak kerteket is tagfelvételre. Eddig a Fertődi Eszterházi kastély, a Gödöllői Királyi kastély és a Fehérvár Csurgói Károlyi kastély nyert felvételt a hálózatba. Magyar Kertörökség Alapítvány azt javasolt nekünk, hogy az legyünk tagja. És nagyon büszke vagyunk, de mert elég sok évek óta próbálunk támogatni a szépség, a park szépség, és most éppen újra csináltunk a utak a parkban, amit eltűntek az időben, és mellette csinálunk egy dendrológiai útja a erdőben. A tagsághoz azonban a parkok, kertek népszerűsítésére is szükség van, de a Károlyi kastélyban a rendezvényekből sincs hiány. Itt szervezünk zenélő kastélypark séta, szervezünk gyermekprogram, múzeum történeti programok a parkban, éppen most egy munkatárs azután fog vezetni a gyerekeket, és szervezünk minden évben 20 év óta egy dísznövény és kertművészeti napok, amit 8-9 ezer látogató van. Az Európai Kertek útjának magyarországi helyszínei várhatóan bővülnek majd a jövőben, hiszen idehaza csak nem 2000 olyan kert van, amelyeket természeti, műemléki, kertművészeti és kertépítészeti értékeik alapján jelentősnek ítélnek a szakemberek. Kertkultúránk több száz éves örökségének őrzői ezek.